Várhatóan az ősz végén kerül átadásra a mini bölcsőre a Kararka utcában. A munkálatok elhúzódása, pótmunkák és az esőzés okozta támfalcsúszás miatt kellett határidőt módosítani. Azt az ígéretet teljesítettük, hogy bővíteni fogjuk a bölcsődei férőhelyek számát, de hogyha ezt így csomagban kezeljük, akkor tulajdonképpen igazából ugye érintett a szőlőegyi óvoda is, hiszen minden óvodánk, iskolánk, bölcsödénk érintett a fejlesztésekben. Mi szeretnénk odafigyelni, hogy a város valamennyi területén ezek az intézmények kapjanak forrásokat, és újuljanak meg, vagy bővüljenek éppen. A szülőhegyen erre még várni kell, mondta Ács Dezső. Olyan magasak lettek az elmúlt egy évben az építőanyag árak, hogy az eredeti tervekre szánt költségvetés már nem elegendő. Most a szőlőegyi óvoda esetében egy kicsit le kell ülnünk, és át kell gondolni, hogy miből tudjuk kiegészíteni a forrásokat, vagy milyen olyan megoldásokat tudunk találni, amely a funkció csökkentése nélkül mondjuk egy bizonyos műszaki tartalom csökkentés eredményez, mert az határozott célja a városnak, hogy ezeket a projekteket meg fogja valósítani. Csak most az elmúlt néhány hónap változásai egy kicsit magasabbra tették a lécet, és jobban össze kell szorítani a fogunkat ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő forrásokat. Az ipari parki fejlesztésben 2,5 milliárd forint áll a város rendelkezésére, útfejlesztésre, amit a környező utak korszerűsítésére és megépítésére fordíthat Szekszárd. Úgy szeretne gazdálkodni, hogy egyszer az autópálya és a város közötti útfelújítása történjen meg kerékpárút kiépítésével, aztán az autópálya és a Kesejűs közötti, tehát a Gemenc közötti felújítás valósuljon meg szintén kerékpárúttal, illetve bizonyos ipari területek feltárása történhessen meg. A majdani tehermentesítő, vagy inkább azt mondom, elkerülő útnak a megépítéséhez szükség van arra, hogy esetleg ott a Tolnatájnál egy körforgalom kialakításra kerüljön. Most tulajdonképpen erre adjuk be a pályázatunkat, és meglátjuk, hogy meg tudjuk ezekből a pályázati forrásokból ezeket az elképzeléseket valósítani. Amennyiben még forrás marad, van természetesen elképzelésünk, hiszen meg kell majd nyitnunk előbb-utóbb a Mátyás Király utcát is, tehermentesítő útról, illetve valószínűleg a Tesco-nál is körforgalom lesz szükség ahhoz, hogy az áldatlan állapotok megszűnjenek.